12 kőműves összetanakodék, magos déva várát, hogy felépítenék. Hogy felépítenék félvéka ezüstért, félvéka ezüstért, félvéka aranyért. Magos déva várhoz hozzá is kezdettek, amit raktak délig, leomlott estére, amit raktak estig, leomlott reggelre. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Déváról, Erdélyből. Hát valószínűleg Kőműves Kelemen népbaladáját sokan ismeritek, erről is híres Déva vára. Most éppen itt vagyok, és erről fogok nektek mesélni, valamint bemutatom a környéket. És hát ez a népbalad és ez a legenda, de a történelmi adatok azt inkább azt állítják, hogy IV. Béla volt az, aki itt várat építetett a tatárjárás után, ugyanis eléggé kiszolgáltatott volt a térség, és Déva vára volt az, aminek a célja és hivatása volt, hogy a Maros völgyből érkező ellenséget visszaállítsa. 317 méter magas ez a vulkanikus hegy, amire ez a vár megépült, és igazából emiatt is bevetetlennek tartották, mivel nagyon meredek ez a hegy. A vár az erdélyi fejedelemség kialakulásáig királyi vár volt, és közvetlenül az erdélyi vajda fennhatósága alá tartozott, így Hunyadi János és Szapolyai János tulajdona tisztségébe is tartozott a dévai vár. Miután az erdélyi fejedelemség kialakult, ezután végvár volt. Izabella királyné időt börtönözte le Dobó Istvánt, az egri hőst itt raboskodott egy ideig. Bátori Kristóf, Bátori István fejedelem által kinevezett vajda ide börtönöztette be Dávid Ferencet, az erdélyi unitárius egyház alapítóját és első püspökét, és itt is vesztette életét 1579. november 15-én. 1817-ben első Ferenc császár és felesége Karolina Augusta tett itt egy látogatást Déván, és megsajnálták az elhagyatott dévai várat, és akkorára elég romos, rossz állapotban volt, és ezért jelentős összeggel támogatták a vár felújítását, ami teljesen újjászületett. Ezután pedig 1848-49-es szabadságharc idején a magyar honvéd sereg visszafoglalta ezt a várat az osztrákoktól. 1849. augusztus 15-én viszont valószínűleg a helyőrség hanyagsága miatt az egyik lőpóraktár felrobbant, és így a vár keleti része szinte teljesen megsemmisült. És ezután 1897-ben a Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Társulat intézmény kezébe került a vár. Ők voltak azok, akik kialakították a sétányokat, hogy a helyiek és a turisták fel tudjanak jönni ide a várba, és ekkor már nem volt jelentős hadtechnikai jelentősége. Aki nem szeretne felmászni a hegytetőre, annak a siklót ajánlom, 20 lejbe kerül. Itt a viperákkal is kell vigyázni, úgy tűnik.
Egyszerűen elképesztő a látvány a várból. Eléggé vicces, hogy ilyen információs paneleken magyarázzák el a bizonyos részeit a várnak, de ez kb. Ilyen Google Translate-tel van lefordítva, ugyanis nézzük meg például egy mondatot. Itt azt írja, hogy az épület, amelyet szokásosnak neveznek, a kemencék épülete, osztva két külön szobára van felosztva, egy vékony fala, vesző, íj, vagy egy, vagy nem tudom mi, amely utólagosan volt hozzátéve. Persze az ékezetek is hiányoznak egy-egy helyről, és elég össze-vissza van az egész. Dévai vár lábánál találhatjuk a Magna Curiát, vagyis magyarul nagy udvarházat, ami a 16. században épült Geszti Ferenc jóvoltából. 1621-ben Bethlen Gábor alakította át, és akkor vette fel ezt a most is látható barokk stílust. Mikor restaurálták a kastélyt, akkor ezt a régi hattyús kutat is visszaépítették, ami azelőtt eltűnt. 1882-ben a Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Társulat rendezte be múzeumnak régészeti gyűjteményei számára. Aztán pedig 1938-tól Hunyad megyei múzeumként is működött. Legutóbb 2008-ban végeztek itt felújításokat, azért is láthatjuk, hogy milyen gyönyörű új állapotban van. Egyébként Bethlen kastélynak is szokták nevezni. Kapaszkodjatok meg, mielőtt ezt az információt meghalljátok. Jelenleg
a dák-római civilizáció múzeuma található itt. Hát igen, ide nem fogunk bevenni. Magna Curia előtt pedig Hórea Kloska és Krisán szobrát találhatjuk, ami hát röviden nem fog belemenni a részletekbe. 1784-ben szítottak parasztfelkelést és több magyar falut is feldúltak. Több mint 4000 magyart gyilkoltak le, és hát az ő szobraik található itt. Az osztrák erők pedig Hóreát és Kloskát Gyulafehérván kerékbe törték, miután a parasztfelkelést leverték, Krisán pedig a börtönben felakasztotta magát. Na hát ez volt a vlog a dévai várról, remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha ez így van, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra. Legyen szép napotok, szép estétek, sziasztok!